Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma egyre inkább megnövekedett a felhőzet, annak jeleként, hogy frontzóna közelíti meg a Kárpát-medencét. Pontosabban ez a hullámzó frontálzóna a következő 24 órában meghatározza időjárásunkat. Ugyanakkor komolyabb változást a hőmérsékletben nem hoz. Pár fokot visszaesik a hőmérséklet, de még ezzel együtt is egészen a jövő hét végéig marad az átlagosnál enyhébb időjárás. Olyannyira, hogy a továbbiakban sem kell számítani fagypont alatti hőmérsékletre az éjszakákon, és többnyire továbbra is 5-8 fok körül alakul majd a maximum érték. Az éjszakai órákban tehát már erősen felhős vagy borult lesz felettünk az ég, és több helyen várható eső, zápor eső, de a csapadékosabb időjárás az ország középső területeire ígérkezik. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul majd. Holnap csak nagyon kevés napsütés ígérkezik, az is leginkább északnyugaton valószínű, hiszen folytatódik a borult időjárás, de a csapadék nyugat felől egyre inkább szűnni kezd. Holnap napközben keleten, délkeleten kell számítanunk további esőre, zápor esőre. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, és a legmagasabb hőmérséklet még a borongósabb időjárás ellenére is eléri majd a 3-10 fok közötti maximum mértéket. És a következő napokban is számíthatunk hasonló délutáni hőmérsékletre, és ahogyan az elején is említettem, az éjszakákon csak egy-két helyen ígér érkezik mínusz 1-2 fok körüli hőmérséklet, de kemény fagy vagy igazi téli hőmérséklet még a jövő héten sem lesz. És a következő napokban a jövő hét nagy részén csak kevés napsütésben bízhatunk, gyakran megnövekszik a felhőzet, általában borult is lehet majd az ég, párás időre van kilátás, és több alkalommal érkezik majd csapadék is, ez természetesen az enyhe időjárásban eső lesz. További kellemes szombat estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!